Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszöntöm kedves nézőinket! Önök az Életforrást, a Szombathelyi Egyházmegye havonta jelentkező katolikus magazin műsorát látják. Nézzük a tartalmat. Ott jártunk Szent Gotthárdon, ahol az új misések mutattak be közös szentmisét. Báza keretjén táboroztak a zalaegerszegi Mária Magdolna plébánia tanulói, és beszámolunk arról is, hogy a Szombathelyi Székesegyházba várta Veres András megyés püspök a jubiláns házaspárokat, akik lakatot helyezhettek el a templom melletti kovácsolt vaskapun. Tartsanak velünk a következő fél órában. június 23. 2019-én szombaton a Szombathelyi Székesegyházba várta az egyházmegye jubiláns házaspárjait dr. Veres András megyés püspök. A közös szentmisét követően lehetőség nyílt arra, hogy a házaspárok megtekintsék az egyházmegyei gyűjteményeket, illetve lakatokat helyezhettek el a templom melletti kovácsolt vaskapun. 3 évvel ezelőtt a család évében indítottuk útjára ezt a találkozót, a jubiláns házastársok találkozója, hálaadása, amelyre az egyházmegye egész területéről hívjuk azokat a házaspárokat, akik kerek házassági évfordulót ünnepelnek ebben az esztendőben. Ennyien még soha nem voltak, több mint 410 házaspár jelentkezett be az ünnepségre. Ez mindenképpen számomra, mint lelkipásztor püspök számára azt mutatja, hogy az emberek egyre inkább érzik, hogy mekkora erőre van szükségük, és milyen nagy segítségre van szükségük ahhoz, hogy a mai világban a házasságot Isten akarata szerint szentül és hűségesen tudják megélni. Akik a házasságban élnek, de igazából minden élethivatásban, tudják, hogy milyen erőfeszítést igényel a hűség, azok nagyon jól tudják, hogy az emberi erő ehhez nem is elegendő. Isten áldására, különleges segítségére van szükségük, hogy ezt megtarthassák, és ezért nagyon örülök, hogy ilyen sokan érzik annak szükségét, hogy hálát adjunk az elmúlt évekért, amelyeket egymás mellett hűségben leélhettünk. Azt gondolom, hogy ez üzenet a mai világnak is, hiszen ma nagyon sokan a hűségben még hinni sem tudnak, annyi sok rossz példát látnak maguk körül, talán közvetlen családjukban is. Éppen ezért azt gondolom, hogy egy ilyen találkozó, mint ez a mai is, a fiatalokat is erősítheti abban, hogy igenis, a házasság miként mindig, úgy ma is és a jövőben is, egy olyan közösség, amelyre az embernek szüksége van, és amelyben lehet ma is hűségesen, kitartóan, áldozatok vállalása árán is örömben élni. Minden ilyen találkozónk végén név szerint kiszólítjuk a jubiláns házaspárokat, és egy névre szóló emléklapot adunk át nekik. Ugyanakkor egy kis vicces megoldás is társul hozzá, hogy egy lakatot is a kezükbe adunk, és ezt a lakatot itt a Székesegyház oldalában egy kerítésre akaszthatják föl, mint egy jelezve azt is, hogy ma mi itt voltunk, és azt a 5, 10, 15, 20, 50 évvel ezelőtt kötött házasságunkat újra megerősítettük Isten színe előtt, és ennek ez a lakat egyfajta jelképe, hiszen ennek a lakatnak a kulcsát el is dobják egy dobozba, tehát ez mint egy örökösítve, szentesítve lévő kapcsolat kifejezése akar lenni. Nagyon érdekes, érdemes ezt a kerítést meglátogatni talán a mai nap elmúltával is, hogy vannak, ahol 2-3 lakat is egymásba van akasztva, és számomra is először rejtély volt, hogy mit jelent ez, míg nem fölvilágosítottak, hogy bizony van olyan gyakran, hogy szülők és gyermekek, sőt, nagyszülők, szülők, unokák egyszerre ünneplik ugyanazon évben, nyilván más évszámmal a házassági évfordulójukat, és így ez a 2-3 egymásba kapcsolódó lakat még inkább erősíti azt, hogy igen, a család az egy megtartó erő, és a családra mindnyájunknak szüksége van. A hálaadó szentmise végén nem csak ennek a lakatnak a elhelyezése történik, hanem szeretettel invitálom a jelenlévőket egy ilyen egytálas ebédre, kis szeretet lakomára.
Ez azon túl, hogy nyilván az emberi szükségletet is ki kell elégíteni, tehát ha éhesek vagyunk, akkor a házassági évfordulóra emlékezve egy ilyen közös étkezés egy szép gesztus lehet, de azon kívül azt is látom, hogy nagyon sokan most fedezik föl régi ismerőseiket, barátaikat. Említenem kell újra, hogy itt az egész egyházmegyéből itt vannak az emberek, és többször hallottam tőlük, hogy vannak olyanok, akiket több évtizede nem is láttak, és most újra egymásra találnak. De azt gondolom, hogy ha most szövődnének, vagy most szövődnek is kapcsolatok, mert egy időben voltunk itt egy házassági évfordulón, az is mindenféleképpen megerősítő, hiszen a jövőben is szükségünk van ezekre az emberi kapcsolatokra. Egyházmegyénknek most már több évre visszatekintő hagyománya az, hogy évente legalább kétszer hívjuk a házaspárokat, a családokat közös találkozóra. Minden esztendőben, vagy májusban, vagy júniusban, mindig a húsvét ünnepkörtől egy kicsit függően szervezzük meg számukra valahol az egyházmegyében a családtalálkozót, ami imádság, közös együttlét, megerősítés és a baráti kapcsolatoknak az ápolását jelenti. Ugyanakkor pedig az viszont kötött is szinte, Krisztus Király vasárnapi előtti szombaton minden advent kezdetén, éppen hogy az adventi előkészületet segítsük elő, hívjuk ugyanúgy egy lelki napra a családokat. Ez a két biztos pont van minden esztendőben, de ezen kívül léteznek családtáborok, kisebb-nagyobb közösségek, akik az év folyamán is együtt vannak, különböző mozgalmak, házaspárok csoportjai egy-egy plébánián, a Schönstatt mozgalom tagjai, vagy éppenséggel a Mécs tagjai, akik ilyen családcsoportokat ölelnek át. Ezek működnek az év folyamán is, és bízom benne, hogy ezeknek a száma egyre növekedni fog az elkövetkező időben is. Áldott vagy Istenünk! Mert jóságokból feleségül adtad nekem a feleséget. Kérem, a feleséget mondják utánam. Áldott vagy Istenünk! Mert jóságokból férjelő adtad nekem a férjemet. Ez egy szimbólum a végül is a házasságunkban. Mióta vagytok együtt? Öt éve. És hogy úgy éreztük, hogy most ezzel akkor megerősítjük ezt az elmúlt 5 évet. Ez egymás iránti hűség kifejezésképpen. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy lakatot akasztunk fel a korlátra. Hányadik házassági évfordulónk? Még csak az ötödik. Tehát itt még kicsik vagyunk, úgy mondom. És hogy látom, két szép gyerekkel jöttek. Mit tanácsolnak azoknak, akik mondjuk most házasodnak? Vagy? Kövessék a példánkat, úgyhogy minél több gyereket van, nagyon aranyosak. Közös szentmisét mutattak be az új misések Szent Gotthárdon a Jópásztor kápolnában. A 18 órakor kezdődő szentmisében imádkoztak vértanú paptestvérük boldoggá avatásáért, Brenner Jánosért. Nekik megtiszteltetés, nekünk pedig nagy öröm. 1996-ban szentelte fel püspök atyánk ezt a kápolnát, és 97-től minden esztendőben az új miséseket meghívjuk Péter Pál ünnepére este 6 órára ide a kápolnába. Ha találkozom egy kis pappal, akár elsőéves, akár másodéves, egyszerre meghívom, a fiam, ha téged pappá szenteltek. Papszentelés után Péter Pál ünnepén este 6 órakor találkozunk itt. Ha addig nem találkoznánk, a meghívás érvényben van, és hála Isten, ez azóta megszakítás nélkül napjainkig minden évben meg tudtuk rendezni. Nagyon fontos, hogy ezek a fiatal újmisések itt állnak a pályájuknak a kezdetén, hogy kérjék az apostol fejedelmeknek a pártfogását egész papi életükre, papi munkájukra, és nem utolsó sorban vértanú papunknak, Brenner Jánosnak is a pártfogását, illetve pártfogásába ajánljuk őket. Biztatni tudjuk őket. Amikor én kispap voltam, meg fiatal káplán, akkor még a szocialista rendszer volt Magyarországon, és ez a rendszer bizony nagyon
korlátok között tartott bennünket, és most biztatjuk a fiatalokat, mert elmondjuk, hogy ma se könnyebb ebben a liberálisan gondolkodó világban papnak lenni. Hogy nekünk akkor annak idején ki kellett állni, és nem volt nehéz, ma a liberalizmussal szemben kell kiállni, ez lehet, hogy még talán nehezebb. És talán amikor szívükre kötjük azt, amit Pál apostol mondott, hogy fiam, ma Istennek akar szolgálni, készülj fel nagyon sok megpróbáltatásra, mert ugye ezek a kispapok a szemináriumban úgy éltek, mint a inkubátorban lettek volna a világtól megvédve, és kijönnek, és akkor szembesülnek a világnak a másik oldalával, ahol már nincs inkubátor, védőbástya. És akkor, ha ők felkészültek erre a megpróbáltatásra, és kiállják a próbát, akkor talán ilyen páli lelkülettel tudják az életüket leélni, ami azt úgy hangzott Pál apostol, ajkárod élek én, de már nem jön, hanem Krisztus él bennem. Aztán az az öregedő Pál, amikor leírta, hogy a jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, a hitet megtartottam, akkor egy visszatekintés az életre. Hát kérem, ilyen vallomást elmondani egy nagy dolog. És ezért mondjuk mi a kispapjainknak, ezért mondjuk az újműséseknek, hogy csak úgy lehet végigjárni ezt a pályát, hogyha azt a szót, amit hallottak, hogy jöjj, kövess engem, ez állandóan ott cseng a fülükbe, és Krisztust tartják szem előtt, és ehhez az apostoloknak, Brenner János vértanú papunknak a pártfogására, oltalmára van szükség. Én csak egyet tudok mondani, amit a józan magyar paraszt ember elmondott annak idén, hogy erre még alszunk egyet. De amikor az nem aludt éjszaka, hanem végig töprengte az egészet, végig gondolta az egészet, úgy is mondom, hogy végig imádkozta az egészet. Most természetesen az első lépést megtenni, igent mondani, nagyon nehéz. Nagyon nehéz. Tehát szinte beleizzad az ember, amíg kikristasodik benne az, hogy igen, merek idején mondani. De ha már igen mondott, akkor rá kell egy olyan gyönyörű futószalagra, ami már viszi magával a papi hivatást felé. És ugye ma éppen Győrben voltunk pápai püspök atyának az aranymisén, és ott mondta a szónok, hogy az egyik filozófus úgy fogalmazta meg a papiletét, hogy van benne valami titok, és van benne valami érthetetlenség, és az az érthetetlenség teszi megértővé, mert szépje a papi hivatást. És minden fiatalnak azt mondom, hogy ha van bátorsága kimondani az igent, ettől kezdve egy csodálatosan szép világ tárul fel előtte. Még én is nagyon az elején vagyok a papságnak, egy hete szentelt fel püspök úr. Hát még nagyon fáradt vagyok, azt tudom mondani. A szentelésre való készület, illetve az új misére való készület kicsit lefárasztott. A család, hál' Istennek, azért sokat segített benne. Most jövök talán majd bele a papságba. Eddig minden nap volt így misém. A szentelés, illetve az új mise, az ugye mindig ilyen nagy csinadrattával zajlik, viszont hétköznapokon nem volt meghirdetett mise, és magámisét kellett, hogy mondjak, és sokkal jobban oda tudtam figyelni, nem volt külső zavaró tényező, és akkor át tudtam élni mégiscsak a szent misét úgy, ahogy szerintem minden szent misét át kell élni. Eddig, hát ebben kis rövid időben még nem csalódtam, nem is szeretnék ezután se. Élmény a papság. Hál' Istennek ketten leszünk majd Bodorkos Imre plébános úr vezetésével. Én segítségére kívánok majd lenni a 13 falu ellátásában, 32 kilométeres körzet. Hát én örömmel vágok neki, nagyon örülök annak, hogy egy egyháziskola, Szent Imre iskola van, illetve létezik, és nagyon várom már, hogy taníthassak. Én két éve, egy két hónapos lelki gyakorlatot már eltöltöttem Jánosházán. Nagyon jó élmények maradtak meg, nagyon sok barátság, kedves arc, és amikor megtudták a hívek, akik ott voltak, ugye Jánosházi plébániáról a szenteléskor, hogy oda kerülök, tényleg nagy örömmel fogadtak, meg nagyon örültek a hírnek. Én is ezt tudom mondani, hogy nagyon örülök az első állomás helyemnek, és nem lesz ebbe szerintem nehézség. Mindig egy ilyen hagyomány volt az első dispozíció kiosztásánál, hogy az ünnepi
ebédnél tudja meg az első állomás helyét az új misés, de most mivel annyira kevés dispozíció volt ebben az évben, gyakorlatilag rájöttünk már a többi dispozíció kihirdetésénél, hogy hova fogok kerülni, ezért ott püspök úr hát ki is hirdette. Hát utána, mikor már hivatalossá vált, megtudtuk, hogy hova kerülök, akkor nagy öröm, gratulációk a papság részéről. Mikor kijöttünk a püspökségről, akkor pedig a család, ismerősök fogadtak, és hát ilyenkor elhalmozzák az embert a szeretetükkel, tehát így magával a hírrel nem is tudtunk úgy foglalkozni, hanem annak örültük, hogy pap lettem. Én éppen Győrből érkeztem most meg, pápai Lajos győri püspöknek volt aranymiséje délelőtt, és az ő ünnepségéről érkeztem ide. Kis paptársak voltak itt, barátok, ismerősök azért voltak. Család sajnos nem tud itt lenni. Az zalaegerszegi Mária Magdolna plébánia hittanosai báza keretjén táboroztak. A mintegy 50 általános iskolás, középiskolás és egyetemista a hit erejéről és a szeretetről elmélkedett Bodorkós Imre atya és Óra Krisztián atya vezetésével. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Báza keretjén ez a zalaegerszegi Mária Magdolna plébánia egyik hittantábora, mivel hogy 5 iskola tartozik hozzánk, és a hitoktatók általában külön táboroznak, mert egy-egy hozzánk tartozó iskolában vagy iskolákban annyi gyerek van, hogy egy tábort nem lehetne tartani. Ez az én tanítványaimmal a Ady Endre általános iskolából. Jelenleg 67-en vagyunk, tehát ebben a évben. Ez nagyon fontos mindig, ez a nyári hittantábor. Tulajdonképpen ez a hitoktatásunknak a koronája. Itt a gyerekek a heti 1 óra mellett jobban megismerhetők, illetve jobban meg tudjuk ismerni őket. Szorosabb lesz a kapcsolat is, mint ami hittanórákon általában kialakul, és mindenképpen egy olyan lelki témához kapcsolódik, ami általában az egyházi évnek is a témája, illetve hát a mottója. Nem itt kezdtem én sem a táborozást, most már 22. éve táborozok igazából, kezdetben kisebb létszámmal, aztán egyre jobban kinőttük ezeket a kicsi táborokat, és itt Báza keretjén 15 évvel ezelőtt találtam meg azt a helyet, ahol 100 gyerekkel is lehetett táborozni, és ez minden nyáron eléggé probléma volt, hogy ezt a 100 gyereket hogy válogatom ki, mert az Ady iskolában 350-400 hittanos között mozog mindig a létszám, tehát mindenki nagyon szeretett volna táborba jönni, főleg amikor már ezt itt 1-2 év alatt belaktuk, ezt a tábort. Most ez a 15. nyár itt Báza keretjén. Azért jó, mert minden adott ilyen sok gyerek táboroztatásához, tehát a hely, elég hely van, nagyon szép a környezet, strand, tehát minden, ami tulajdonképpen testi és lelki feltöltődéshez szükséges. Tulajdonképpen az iskola területén zajlik a legtöbb program, mivel hogy az iskolához nagyon szép terület tartozik, és a faluban. Itt a strand, hát azért bármennyire jók a programok, a strand mindig a legkedveltebb program, de nyilván, hogy a lelki élet, tehát a lelki tartalom az, ami a legfontosabb mindig az eltöltött egy hétben, tehát mindig valamilyen témára épül fel. A kirándulások azok az elmúlt év tapasztalatai alapján nagyon nehezen megvalósíthatók voltak, mert mindig nagyon meleg volt, de kirándulni is szoktunk, tehát sokfelé kis tolmácsra, bár az elmúlt években nem nagyon, de az időjárás miatt. Tehát itt inkább itt a falu területén zajlanak ezek a programok.
elsőtől 8. osztályig a korosztály, tehát akik tulajdonképpen hittantáborba jelentkeznek, tehát az általános iskolából. Viszont középiskolások és egyetemisták is vannak, mert úgy alakult ki a 15 év alatt ez az itteni tábor, hogy akik kezdtek táborozni, 8. osztály után azt mondták, hogy ők szeretnének maradni, belőlük lettek a csoportvezetők. Tehát tulajdonképpen felnőttek, pedagógusok vagy szülők soha nincsenek a táborba rajtam, kívül csak a pap, vagy hát több is jellemző nálunk, hogy nem csak egy atyával, hanem több atyával táborozunk. Nagyon-nagyon jó ez szerintem, mert ezek a gyerekek, tehát a 8 évestől, mert általában második osztálytól, tehát elsősök azok túl kicsik, második osztálytól 8-ig, tehát az iskolából, az általános iskolából, és azon kívül már középiskolások, egyetemisták, sőt olyan két tanítványom is van már, akik hát felnőtt korúak, dolgoznak, és minden évben a egy hét szabadságot erre a hittantáborra tartogatják. Amikor ősszel visszamennek az iskolába, akkor azzal, hogy elmondják, hogy milyen jó volt itt, és mi mindent csináltak, tulajdonképpen ők maguk is bekerülnek abba az áramkörbe, ami számunkra a legfontosabb, ugye az evangelizáció, és ezáltal minden évben vannak újak, és nyilván, hogy tényleg nagyon nehéz kiválogatni, hogy kik legyenek azok, akik jöhetnek. Elsősorban mindig a mag megmarad, mert ez nagyon-nagyon jó mindenféle szempontból, és mindig vannak újak is. Tavaly is jöttem, és nagyon jól éreztem magam, és ezért jöttem most is, és szeretnék jönni majd később is. Mik a kedvenc programjaid? Hát ugye hetente kétszer menjünk fürödni, egy héten, és sok jó program van, hát a kézművest is nagyon szeretem is. Többen vagytok az osztályodból? Igen, többen vagyunk, olyan 5-en jöttünk most az osztályunkból. Ez volt az Életforrása, a Szombathelyi Egyházmegye havonta jelentkező katolikus magazin műsora. Keressenek bennünket az interneten a www.martinus.hu-n, illetve keressék havilapunkat is a Martinust az Egyházmegye templomaiban. Remélem, hogy a jövő hónapban is találkozunk, addig is minden jót kívánok, viszontlátásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!